Ahogy mondani szokás, Bird Leaves, Charlie Parker zenéje köztünk él. Ha. Azért a Charlie Parker-é, aki 34 évet töltött világunkban, tragikusan fiatalon elhunyt, és ez alatt a rövid idő alatt gyökeresen megváltoztatta a jazz tradícióját, nyelvét. Egy harmóniai újító volt, egy hihetetlen magas szintű improvizatőr, egy stílusteremtő. Több ezer leendő jazzzenész atya. Mint zeneszerző beírta magát a legnagyobbak köré, Bach és Beethoven magasságaiban komponált és muzsikált. De mint hogy az 50-es évek sok fekete zenésze maga is áldozata volt a rasszizmusnak, az elnyomásnak, a kirekesztettségnek. Erre egyik válasza az volt, hogy minden zenéi megmozdulásából kicsendült a blues, a fájdalom zenéje. Minden motivumával és dallamával és levegővételével a szabadságért harcolt. Példát mutatva egy csomó más zenésznek. 34 év. Azt mondják birds, bird leaves, bird köztünk él. Igen, minden mai jazzzenész egy atya. Egy testvére, egy olyan zenét hagyott ránk, ami folyamatosan itt pózál mindegyünk erejében. Bird másik válasza az elnyomás és a rasszizmusra, a drogok voltak, a heroin és a kokain függősége. Ezek a dolgok okozták fiatal halálát is. Képzeljük el, hogy abban az időben egy fekete vagy cipőpusztoló volt, vagy WC-tisztító, vagy egy olyan isten adta tehetség, mint Charlie Parker, aki az elkövetkező 100 év zenéjét meghatározta. Bird maga pont ezek miatt nem tartozott azok közé, a zenészek közé, akik annyira megbízhatók lettek volna. Többször koncertjéről 2-3 órát késett, de valamiért a közönség megvárta. És az a valami az volt, hogy tudták, hogy egy évszázadban talán egy ilyen zenész születik, mint ő. Bird szokása volt, hogy már a taxiban összerakta a szaxofonját, és már a klubba bevezető úton muzsikált az emberek között, és így ment fel a színpadra, miközben zenész partnerei már 2 órája muzsikáltak. I heard Charlie Parker. I said, that's it.